Az idei aszálykárokkal kapcsolatban Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke 35 perc című műsorunkban úgy fogalmazott, utoljára 103 éve nem láttunk ilyen mértékű szárazságot. Azt mondják, hogy körülbelül 103 évvel ezelőtt volt ehhez hasonló aszály. A mi korosztályunk nem élt még meg ilyen nagymértékű aszályt, hogy ilyen huzamosabb ideig ne essen csapadék. Szinte mondhatjuk, hogy a kukorica úgy érett be, hogy nem kapott csapadékot. A Mabisz kommunikációs vezetője szerint azonban Szabolcs-Szatmár Bereg megye a nagy mezőgazdasági biztosító társaságok adatai alapján nem szerepel a leginkább aszálysújtotta területek között. A Magyar Biztosítók Szövetségének 24 tagja van, és ebből 4 foglalkozik mezőgazdasági biztosításokkal. Ami az ő adataikat összesítettük, és adott esetben természetesen csak generált adatokat tudunk megjeleníteni, tehát részletesebb adatokat nem tudunk szolgáltatni. Mellettük azonban van 8 helyi kisbiztosító egyesület, amelyek lokálisan működhetnek. Elképzelhető az, hogy ezek közül egy vagy több is különösen érintett Szabolcs-Szatmár megyében. A szövetségünk tapasztalatai alapján megkérdeztük tagjainkat, hogy melyek a leginkább aszállyal sújtott területek, és a beküldött adatok alapján azt láttuk, hogy a legnagyobb kifizetés vagy a legtöbb kifizetés abban a 12 megyében volt, amelyet közleményünkben is felsoroltunk, és a Dunától keletre valóban ebbe Szabolcs-Szatmár Bereg megye nem volt benne. Lambert Gábor hozzátette, azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a helyi kisbiztosító kasszáját terhelték a szerződések, vagy pedig az egyéb megyékhez képest a kifizetések itt nem voltak akkora nagyságrendűek, mint a többi megyében. Azt, hogy pontosan mekkora összegeket fizettek ki az egyes megyékben, nem lehet tudni, mivel ezek üzleti titkoknak minősülő, érzékeny adatok, de összességében elmondható, hogy a legnagyobb mezőgazdasági biztosítással foglalkozó társaságokhoz közel 8500 kárbejelentés érkezett az egész országból, amelyek nyomán csaknem 39,96 milliárd forintot fizettek ki. Mindenből Lambert Gábor szerint nem következik, hogy Szabolcs már Bereg megyében kevesebb kárt okozott volna az aszály. Ezek biztosítói adatok arra vonatkoznak, hogy hol volt a biztosítási szerződések alapján az adott társaságnak a legtöbb bejelentése, honnan érkezett és milyen nagyságrendben. De nem függ feltétlenül, mint mondtam, a kettő össze. Az is elképzelhető, hogy Szabolcs-Szatmár megyében kevesebb biztosítási szerződést kötöttek, éppen ezért kevesebb volt a bejelentés is, és kevesebb a kifizetés is. Ez ugyanúgy, mint ahogy egy nagyobb vihar után, hogyha egy falu teljesen letarol mondjuk egy szupercella, az ott kifizetett károk, azok nem mutatják igazából a katasztrófa nagyságát, attól függ, hogy hány lakásbiztosítási szerződés volt az adott településen. A Mabisz közleménye szerint tavaly ugyanezen időszak alatt a növénybiztosítási kárbejelentés száma 7000 körül volt, és közel 10 milliárd forintot értek el. Idén csak az aszálykárok ennek a négyszeresénél tartanak. Az idei ágazati adatok összegzése jövő áprilisra várható.